Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szűz Máriáról már beszéltem nektek azt is, hogy mennyire kötődöm hozzá, de most Jézusról szeretnék valamit mondani, hiszen neki van egy gyógyító hatása. Azon kívül, ha valami van az életünkben, ami nehéz, és nem akarjuk ezeket a problémákat tovább cipelni, vagy a gondokat, a betegségeket, mind azt, ami megnehezíti az életünket, ezeknél a dolgoknál Jézus Krisztus segít nekünk, és felszabadít bennünket. Hogy most jelen pillanatban milyen témáink vannak, és mitől kellene felszabadulnunk, vagy mire kellene odafigyelni, ami betegít bennünket, és kell Jézus gyógyító hatása, ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ez a kép utal most a te jelenlegi helyzetedre. Itt arról van szó, hogy vagy van egy utazás, lesznek külföldi kapcsolatok, de ez a kártya jelenti a változásokat is, és ebben az esetben fontos és komoly döntéseket kell hozni. De melyik irányba kellene tekintened, és milyen döntést tudnál hozni, ez nem könnyű. Persze, ez a kártya utalhat a te lelki társadra is, hogy neki kell fontos döntéseket hozni, vagy te elvárod ezt tőle. Amit ez a kép még közöl, és ez egy fontos információ, ott felülről kellene látni a dolgokat. Lehet, hogy mások húzzák ezt a szekeret, de ne hagyd, hogy befolyásolják az eseményeket, hanem hoz vagy te egy komoly döntést, vagy várd el tőle, hogy ő hozzon egy döntést. És az a fontos, hogy itt legyen kettőtök között egy közös cél, vagy egy közös életút. Ebben a helyzetben kérhetjük Jézus segítségét. Most megtekintjük azt, hogy ő mit ajánlana nekünk, amiről le kellene mondani, vagy az, amitől el kellene távolodni, mert ez megnehezíti a dolgokat. Erre utal a következő kártya. Itt ezen a képen láthatóak az arany érmék, és azok utalnak pénzügyi dolgokra, a munkahelyre, de jelenthet belső értékeket is. Ami most nyomaszt téged, ez az anyagi helyzet, vagy a munkahely, sok a munka, az látható a képen is, ez a hölgy cipel valamit, minden olyan nehéz, vagy jelentheti azt is, hogy nem kapsz elismerést másoktól. Valaki lekicsinyít téged, vagy kritizál téged. Ezek a nehézségek, ezek a problémák. Viszont már ezen a képen is látható a remény, hiszen itt a hetes szám a hold energiájára utal, és ezek a remények, a vágyak és az álmok, az érmék tudnak ebben segíteni, hiszen a föld elemét szimbolizálják, és az azt jelenti, hogy egy álom megvalósulhat. De ahhoz, hogy így legyen, kérjük Jézus energiáját, ezt a gyógyító hatást, hogy szabadítson fel bennünket ezektől a gondoktól. És mivel itt anyagiakról is, és a munkáról is szó van, az lehet sokaknál egy munkahelyi változás, a hivatást élni, vagy kérhetjük Jézus segítségét az anyagiakat illetően. Most érezzük ezt az energiát,
Itt nem csak Jézus Krisztus, hanem Szűz Mária szeretete is érezhető, és ez egy segítség. Mondjunk most érte egy köszönetet, és így lesz, én hiszek ebben, akkor milyen változás, milyen javulás várható, arra utal a következő kártya. Ugyanúgy, mint a másik kártyánál a hetes szám a hold energiáját szimbolizálta, itt ezen a képen szintén a hold látható. És mit jelent a hold? A reményeket, a kívánságokat, a vágyakat, az álmokat, és segít abban, hogy ez az álom megvalósuljon. Amire még a hold utal, és a képen ott alul a rák jegye látható, illetve ezt szimbolizálja, és a víz elemét, tehát itt érzelmekről is szó van, itt a családról is szó van, azon kívül mutat számunkra egy helyet, egy otthont. Ez nem csak a családi kötelékekre vagy az otthonunkra utal, hanem szimbolizál egy belső otthont. Én úgy szoktam mondani, egy ilyen belső tempelt, és itt vannak az álmok, a remények, a kívánságok, a képek, mert itt tudjuk elképzelni azt, hogy mit szeretnénk elérni. Nem csak ami az otthonunkat illeti, vagy a biztonság érzetét, hanem ez a kártya utalhat a hivatásra is. Valamit megkapni, valamit megalapítani, ahol úgy érezzük, igen, ez itt a helyem, élhetem a hivatásomat. Visszatérve a középső kártyára, itt van két irány, ez jelenthet természetesen két lehetőséget, ahol te vagy a lelki társad most döntéseket hoz és választ a két lehetőség közül. De visszatérve a hitünkre, az egyik irány, amikor hiszel abban, hogy ez az álom megvalósul, ehhez kellenek persze célok, meg tervek is, de ne add fel, akkor így előre mennek az események. De ha visszatekintesz a múltba, ha szomorú vagy, ha félsz a jövőtől, és még mindig megvannak ezek a nehézségek, és nem hiszel magadban, akkor tedd át ezeket a gondokat Jézus kezébe. Ő közvetít, és higgy benne, higgy ebben a gyógyító hatásban, megkapod az isteni segítséget, erősítsd a hitedet. Én kívánok neked ebben sok sikert, és egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!